Marsd ki az utcára! Marsd ki az utcára! Nem érdekli! A város szégyen, amíg az önkormányzatnak van pénze arra, hogy éjszakai szórakozó helyet nyisson, emberek tucatjait teszi az utcára. Ez a lakásrendelet, ez nem szól másról, mint hogy azokat, akiknek nem tetszik a neve, a bőre színe, vagy egyszerűen csak az arca polgármesternek, ki lehessen szorítani a városból. Ezzel nem oldják meg a problémát, a Jobbiknak nincsenek megoldásai a társadalom problémáira, nincsenek megoldásai a szegénységre. Az egyetlen dolog, amit csinál, hogy homokba dugja a fejét, ez a strucc politika viszont nem szállít megoldásokat. Bejön az utcáról, érted? Mert ide bejönnek az emberek, és szoktunk beszélgetni velük. És akkor bejönnek, elmondják, hogy mi a problémájuk, és a problémájukról megoldást kínálnak. És a megoldás az, hogy több száz lakásból kitelepíteni a most ott lakókat, és hajléktalanná tenni a legrosszabb helyzetet. Több száz lakásból nem fognak kikerülni emberek, hiszen lehetetlen terveztek kitelepíteni embereket. Végeredményben az összesből csak ez sok így. Az összesből, ahol nem fizetnek, hogyha nem rendezik addig a tartozásokat. Mindenkinek megvan az esélye rá, hogy rendezze a tartozásokat. Ezt az egyet az biztos, hogy nem voltam, hogy még fogadni se fogadni. Mindig kifogástalan, most Miskolcon van, most itt van, most ott van. Hát hol van egyáltalán? Én tudom, hogy hol lakik. Keressen fel a lakásom. Becsengetek majd hozzá. Hello, polgármester úr. Itt vagyok. Polgármester úr, nem bántom, mert jó Isten áldja meg. Fiatal ember még. Ő előtte, még előtte a jövő. Van biztosíték a háta mögött. De az ilyennek csak hozzá tudunk fordulni, hogy segítsen rajtunk, hogy ne kerüljünk ki az utcára. Bevállalok öregen is akármilyen munkát, csak ne pakoljon ki a házba. Megkerestük polgármester urat, és felajánlottuk, hogy mi nagyon szívesen dolgozunk vele a békés együttélés mellett itt az Úr városában, és nagyon szívesen segítünk minden olyan problémában, ami felmerül a cigánysággal kapcsolatban. Önkormányzat érdeke is az, és mindenki érdeke az lenne, hogy itt a kintlévőség minél hamarabb megkerüljön az önkormányzat felé, és ezeket az összegeket lehet fordítani, például a munkahelyteremtésre, vagy akármi az önkormányzatnak. Akkor én testületülésen felhívtam erre a figyelmét, hogy miért nem kérik a kisebbségi önkormányzat véleményét. Azt mondta, hogy vannak erre megfelelő szakmai emberek, akik majd ezeket a rendeleteket megcsinálják, vagy előkészítik, és ezzel letudt az egészet. Ugye ebben valakinek törődnie kéne, hogy azért ennyi embert nem kéne hajléktalanná tenni.